Sziasztok, Deb vagyok, és az előadásom címe a Kibercsalók és én. Nem tudom, hogy rengeteget üzengetek ugye a különböző platformokon, Discordon, Telegramon, ezt ti is láthatjátok, hogy sokszor online vagyok, és mivel van a Space Bridge, ami a platformok között az üzeneteknek az áramlásáért felel, ezért ugye minden platformon ott kell lennie az operátornak, vagyis az egyik részből nekem, ugye jelenleg Telegramon, Discordon, IRC, Matrixon, viszont a websites platformok azok mind potenciális célpontjai a különböző szkemmereknek, a különböző becsapásoknak és a pénz csinálás módszerének egyes nigériai országokban. Nem tudom, hogy most ment a dia egyet. Az előző előadásomban is elmondtam, hogy nem szabad mindig full retardba nyomni. Kell hozzá egy egészséges, hülye hozzáállás. Többféle forgatókönyv állhat elő. Ugye alapesetben ezek szkemmerekről beszélünk, szkemmerekről fogunk is beszélni, akik különböző technikákkal vagy befektetési tanácsadással keresik fel az embert, vagy másmilyen bitcoin scam, illetve kriptovaluta scam sémával próbálnak pénzt kicsikarni az emberből, vagy akár olyan webshopokat üzemeltetnek, amelyek mögött valós tartalom nem létezik, szóval valós készlet nem létezik, és ugye előre bekérik a tartalmakat. Hogyha mi vagyunk a vadászok, akkor ez egy könnyebb szerep, viszont ha mi vagyunk az áldozat, az már egy picikét nehezebb, és erre szól ez a figyelmeztetés, hogy lehet sokat szivatni ezeket az embereket, meg ezeket a tevékenységet folytató vagy botokat, vagy ilyen véglényeket, de mi is beleeshetünk ilyen hasonló csapdába, mint az átlag emberek, hiába értünk jobban az informatikához. Az első sztorim ezzel kapcsolatban egy Erogenix nevezetű potenciálnövelő tablettával lesz kapcsolatos. Maga a történet, 2020. decemberében igényeltem egy új telefonszámot a Telekomtól, és 2021. februárjában elkezdett egy automata hívogatni, egy Asterisk automata. Ez ugye azt kell tudni róla, hogy ez egy VoIP szolgáltatással elkezdi, vagy a VoIP szolgáltatás segítségével felhívja az embert, és előre rögzített hanganyagot mond be, és ez a hanganyagban ezt a terméket promotálja, illetve hatalmas kedvezmény biztosít a vásárló számára. Ugye mi az embernek a legelső gondolata, amikor ezt meghallja, ezt az automatát, rányom az egyesre, vagy végighallgatja, de az legelső az tényleg, hogy kinyomja a telefont. Az utóbbi fél évben 65-ször hívtak fel engem, és minden esetben, a legtöbb esetben más telefonszámról. Viszont, hogy tényleg mi volt a tartalma ennek a hangüzenetnek, szerencsére felvettem, nem tudom, hogyha be tudjuk játszani ott a weboldalon keresztül. A szexuális potenciáért felelős mikroelemmel. Másrészt eljuttatok meg egy 50 ezer forint értékű ajándékot, amelyet egy barátod foglalt le számodra. Mindjárt bővebben is beszélek erről. Előjáróban elmondom, hogy a következő 4 hét során meg tudod emelni tesztoszteron szintedet, erősítheted az erekciódat, növelheted szexuális teljesítményedet az együttlétek során. A legújabb egy 800 személyes csoporton egyidejűleg végzett vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, órával elért sikereid dokumentálásáért nyomd meg most az egyest.
Kicsikét beletekertem, mert ez egy 3 perc 22 hosszú hangfelvétel, bárki megtekintheti az előadás után. Nagyon idegesítő tud lenni, amikor a munkaidő alatt számokról hívogatnak, és nagyon idegesítő tud lenni, amikor elkezdi mondani a monoton szövegét. Az automata amúgy érdekes, úgy van programozva, hogyha az ember leteszi, szóval automatikusan kinyomja, nem veszi fel a telefont, akkor utána még kétszer újra próbálkozik, és ha meg közben nyomja ki, akkor is a nap folyamán még párszor újra próbálkozik. Biztos, ami biztos. A körzet száma ugye az 1-es volt, ez a budapesti telefonszám. Úgy tűnt, mintha vonalas lenne. És ugye az első dolog az, amikor már 15-ödjére kapja meg ezt az embert az utóbbi két hét során, hogy felkeresi a szolgáltatóját, felkeresi a szolgáltatókat, hogy mit tudnak erről a telefonszámról, hogy mit lehet ez ellen tenni, és szerencsére semmit nem lehet ellene tenni. Szóval ez egy olyan típusú scam, ami ellen az égvilágon semmit nem tud tenni a szolgáltató. Ha különböző számokról hívogatják, akkor meg végképp nem. Azt kaptam a legjobb tanácsnak, hogy tiltsam le a számot. Hiába mondtam többször el, hogy ugye más számokról hívogatnak, hogy ott látszik az oldalsó telefonos képen, hogy van pár telefonszám már hozzálinkelve ehhez a típusú névjegyemhez. Elnézést az obszén kifejezésére, de rászolgáltak ezek az emberkék. Míg végül az egyik hackerspace-es tagunk, egy ex-telkónál dolgozó úriember, Sziszinek hívják, ő ajánlotta az NMHH-nak a számhordozás webformját, vagy szolgáltatását. Ez azt teszi levetővé, hogy megnézhetjük, hogy mégis ki a szolgáltató mögötte. Mert előtte se a Telekom, se a Vodafone, se semmelyik szolgáltató, se a vonalas szolgáltatók, a Digi, az Invitel, ugye az már kivonult, de vagy már megszűnt, meg összeolvadt, de semmelyik nem akart elismerni, hogy ez hozzátartozik. És ugye végül kiderült, hogy ez a NMHH-nak a weboldalán található számhordozhatóság szolgáltatással, hogy a 4Voice távközlési Kft.-hez tartozott. Ez ugye ez egy VoIP szolgáltató. Hát sokat kerestem őket, sokat hívogattam őket, és jeleztem számukra, hogy ezt a tevékenységet szüntessék be. És érdekes, hogy a hívásom, a megkeresésem után 3 órával visszajeleztek, hogy ez a szám náluk nincsen kiadva, hozzájuk tartozik, de nem szolgáltat, nincs kiadva szolgáltatásnak ezen telefonszám, és ez a tipikus, hogy akkor mi történhet, és egy eléggé hosszú technikai beszélgetés után kiderült, hogy a cég, az, vagy aki ugye ezt a tevékenységet folytatja, ők mobil spoofingot csinálnak, mobil szám spoofingot, azt pontosan nem lehet tudni, hogy hogyan, de a 4Voice és az egyéb VoIP szolgáltatók, akiket felkerestem, az NMHH-nál feljelentést tettek, hogy nem megkerülik ugye a biztonsági, meghamisítják a saját telefonszámokat a telekommunikációs szolgáltatók felé. A történet ott állt le, mert úgy mai napig keresnek, nem tudom miért akarják felvenni velem a kapcsolatot. Az utóbbi időben azt szoktam csinálni, hogy elfogadom automatikusan a kedvezményt, és egy Mária Pócsi címre a GLS futár pár napon belül kiszállítja, felhív, és mondom neki, hogy küldje vissza. Nem tudom, lehet, hogy a 25. után, amikor már 1500 forintokat fizetnek a kiszállításért, ráunnak, de sajnos nem tudtam úgy beszélni emberrel, mert ugye ez automata, nem lehet visszahívni, mert kinyom. Ez egy eléggé érdekes, hogy ugye a 21. században, 2021-ben ilyen megtörténhet, hogy az ember semmit nem tud ellene tenni, hogyha nem ért hozzá, sőt, még a telekommunikációs szolgáltató se tud ellen, ez ellen a típusú tevékenység ellen mit tenni. Remélem valamikor majd felhagynak a hívogatásommal, de ez a történet itt végül is nyitva maradt.
Ja igen, ezt elfelejtettem mondani, ez magyar. Ez nem angolul, magyarul, ahogy hallottátok, és sajnos ez hazánkban létezik, és nem kell külföldre mennünk ezért. És maradjunk egy kicsit még itt Magyarországnál, mert ugye ügyesek vagyunk mindenben is. Van egy nagyon cuki cég, Now Distribution Kft. Ez a második történetem. Körülük fog forogni a történet. Ők lesznek a fő szereplői. Van egy Illés István nevezetű úriember, akinek van egy Now Solution, illetve egy Now Distribution nevezetű Kft.-je, és az utóbbi időben, egy-két hónapja bensőséges kapcsolatot építettem ki az úriemberrel olyan szinten, hogy az ő általa üzemeltetett, vagy a cége által üzemeltetett webshopot vettem igénybe, vásároltam egy sata átalakítót, az árgépen első helyen dobta fel, ugye az árgépet az onnan kell ismerni, hogy ugye rangsorolja a boltokat, a webshopokat, és megmutatja, hogy hol lehet a legjobb áron venni, illetve melyik a megbízható bolt. Ez az mxcom.hu, ez volt a webshop, és legelő volt, én meg Balga, ott vásároltam meg leghamarabb. Mindjárt visszatérünk a domain címre, mert az érdekes lesz. Hiába választottam után fizetést, hogy mi ez utánvételt, utána a számla már úgy jött ki az e-mailben, hogy banki átutalás, erőre utalás. Mondom, semmi probléma, küldjük el, mi baj lehet? Hát igen, elküldtem, és egy hét eltelt, nem jött meg, két hét eltelt, nem jött meg, írtam leveleket, nem válaszoltak rá, és amikor már többedik alkalomra próbáltam felvenni velük a kapcsolatot, ugye a telefonszám az nem élt, ami meg volt adva, a weboldalon feltüntetett e-mail cím, ez egy gmail-es cím volt, arra sem válaszoltak, és végül az árgépen elkezdtek megjelenni a megjegyzések az áruház alatt, és olyanok voltak, hogy előre utalással kérik, holott utánvétes fizetést választott az illető, nem küldték a csomagot, 4 hete vár rá. Szóval így elkezdett gyűlni így a szarvi halott, így a komment szekcióban, és akkor úgy voltam vele, hogy ez 7000 forint, én nem akarom ezt elveszteni, ezt a 7000 forintot, ugye egy PayPal esetén, hogyha bankkártyával fizetünk, vagy payment processzoren keresztül, akkor van lehetőség, mint a PayPal-nál ugye visszaigénylést kérni. De hát egy banknál utalás esetén ilyenre nincs lehetőség, vagy csak ugye hivatalos szerv által megfogalmazott ilyen jogi papírokkal lehet visszaszerezni az utalás összegét, amiben én nem akartam belemenni, mert az ugye mindenféleképpen drágább lett volna. És akkor elkezdtem egy ilyen kis kutatómunkát, hogy ki ez az ember, hol él, milyen cégek vannak a nevén, és akkor itt jött fel, hogy több cége van, kiderült, hogy egyes cégei egy ilyen offshore telepre vannak bejelentve. Ezek olyan iroda szolgáltatás biztosító fizikai helyek, ilyen WC-nagyságú irodákat adnak ki nagyon olcsó pénzért, és ezt azért csinálják, hogy ugye a céghez be lehessen jegyezni egy címet, és akkor oda jegyzik be. És bármilyen rossz dolgot csinálnak, oda száll ki a rendőrség, oda mennek a levelek, nem tudják őket megtalálni. Szóval egyre kezd a nyomozás során egyre jobban bebizonyosodott, hogy ez egy nem egy legitim szolgáltatást üzemeltető személlyel van dolgom. A telefonszám, ami meg volt adva, 8 darab telefonszámot találtam, 5 évre visszamenőleg 8 telefonszámot használt az illető, egy telefonszám volt elérhető, egy működött az összes közül, és ez az egy telefonszámon, akit felhívtam, úgy vette föl, hogy amikor bemondtam ezt az I-s nevet, azt mondta, hogy már megint mi van? Már megint ezzel keresnek engem. Szóval ez a biztos csak elkeveredett, biztos csak gond van, elfajult odáig, hogy ez tényleg egy scam. Sajnos nem linkeltem hozzá képet, hogy
felvettem a Shoprenterrel is a kapcsolatot, mert ugye a maga a weboldal az a Shoprenter üzemeltette, egy ilyen sablon weboldal volt, a Shoprenteresek sem tudtak csinálni semmit, a Shoprenter annyit válaszolt erre, hogy a szállítással kapcsolatban problémák léptek föl. Úgy, hogy 30 darab az árgépen, 30 darab megjegyzés állt ott, hogy hány embert átvert. Biztos. Azt mondják, hogy kivizsgálják, nem vizsgálták ki. Jó, most már a weboldal szerencsére nem elérhető, de azért szomorú, hogyha a Shoprentereseknek írunk, akkor ők nem fognak ez ellen semmit tenni. És akkor egy pár napnyi kutatgatás után egy szerelmes levelet így összeszedtem a drága emberünknek, amiben végül is leírtam, nem tudom, hogy elolvasható, nem olvasható el. Szóval annyi, hogy nem tudom, hogy nem legitim szolgáltatást üzemeltet, és hogy a jelenlegi nyomozati anyaggal, ugye az adatokkal, meg ugye közben felvettem a többi vásárlóval és a kapcsolatot, akik ugye átvertek, hogy akkor csináljunk, fogjunk össze, és akkor lépjünk fel közösen a webshop ellen. Nem fajult tetlegességig az egész, hogy ez meg kellett volna lépni, mert a levél megírása után 2 nappal megérkezett a számlámra az ellenösszeg, és végülis itt véget ért a történet, nem akartam ezzel többet foglalkozni, de sajnos a környezetemben, a családomban is volt hasonló eset a közelmúltban. Az odáig fajult, hogy a maga a Facebook csoport, amit azért alapítottak, ugye, hogy közösen fellépjenek a webshopot tulajdonoló személy ellen, az 250 fős volt, és mind a 250 fő az megkárosított ember volt. 10.000 forintos kanapétól kezdve a 250.000 forintos automata fűnyíróig mindent árultak, és ez a, úgy tudom, az ügy az még folyamatban van. És akkor ugye, amiről az elején beszéltem, az investment scammerek, ehhez érkeztünk el, ez egy szintén egy nagyon érdekes ilyen típusa a nigériai, illetve kínai telepeken élő scammereknek. Ez a két hölgy, ugye két profilkép volt, ez a hölgy a fürdőruhaiparban dolgozott, a másik hölgy meg befektetési tanácsadó volt egy nagy hedge fundnál, elvileg. És látom, hogy ez nem nagyon látszódik a kijelző, sajnos viszont ez rengeteg ilyen képet raktam bele, de az előadás utólag elérhető lesz. Az a lényeg, hogy ugye van egy Telegram csatornája a Szegedi Hackerspace-nek, mint a Pestinek, és ez ugye publikus. Ez azt jelenti, hogy publikus, hogy listázható, és bárki becsatlakozhat rá. És a scammereknek a melegágya a Telegram nyílt csoportok. Olyan szinten, hogy napi szinten kaptunk újabb és újabb becsatlakozó emberkéket, amikben nem szereltük a kapcsa védelmet, hogy ugye ki kelljen tölteni, és a botok automatikusan kidobódjanak. Viszont ugye akik ugye manuálisan lépnek be, azok persze be tudnak. És így ez volt például ez a Hope Paul is. Hope Paulunk szeretett volna alapítani egy investment céget, és ehhez keresett befektetőket. Csak úgy viccesen azzal indítottam, hogy just send the magic virus link. Ezt nem vette jó néven. Próbáltam elmagyarázni, hogy általában azok az emberek, akik belépnek így random csoportokba, azok valamilyen scamnek a részei szoktak lenni, de tartotta magát a szerepéhez, és legitim befektetési vállalkozás szeretett volna indítani. Ment egy pár környi beszélgetés arról, hogy miért lépett be, vagy rákérdeztem, hogy
miért akart egy ilyen közösségbe belépni, de mindig csak azt szajkózta, hogy ő csak befektetőket szeretett volna keresni, míg végül küldtem neki egy linket, hogy ezen a linken keresztül csatlakoztál ebbe a csoportba, és hát persze, hogy megnyitotta az úriember a linket, miért ne nyitotta volna meg, ez egy DIY Grabify. A Grabify az egy olyan szolgáltatás, amely link shortener, szóval az URL-eket tudja így nagyon gyors, beírható formára, nagyon rövidre alakítani át. Emellett legyűjti a böngészőből az összes adatot, és a böngészőben nem csak az olyan adatok vannak, hogy mit tudom én, Firefoxot használsz, meg hogy milyen típusút, hanem ha a mobiltelefonon nézzük, akkor milyen akkuszázalék, milyen időzóna, milyen billentyűzetkiosztás, és ezeket az adatokat is le tudja gyűjteni például a Grabify, csak ott ugye az a probléma, hogy ott van egy ilyen nagy ögri button a kijelző közepén, és arra rá kell kattintani, és ez nekem nem tetszett, és ugye írtam egy sajátot, de ezt az előző előadásomban ugye elmeséltem és beszéltem róla többet, szóval ezt így skippelném. Szóval van egy ilyen DIY IP, szinte IP logger szolgáltatás, és ez legeneráltam egy URL-t, rákattintott, és csodák csodájára megjelent az IP címe, hogy milyen user agentet használ, és ugye time zone, Afrika, Lagos. Igen, a szép benne ebben az IP logger megoldásban, hogy ha a time zone-t, az időzónát és a billentyűzet kiosztást nézzük, hiába használ VPN-t az emberke, tudjuk azt, hogy pontosan milyen nyelven gépel, vagy milyen az alapvető billentyűzete, hogy például Amerikában mutatja, hogy amerikai VPN-t használ, de közben kínai a kiosztása, akkor tudjuk, hogy nem ott van, illetve az időzóna is szép szokott lenni, hogy az is kiszokott esni a böngészőből, hogyha nincs rendesen beállítva, hogy amerikai VPN-t használ, de közben ugye nigériai időzónában van az illető. Ezt miután elküldtem neki, meg is lepődött, hogy ez hogy meg miként, és utána rákérdeztem, hogy adok $50, hogyha elmondja nekem az összes információt, amit tud a szkemmelésről, hogy pontosan mennyit keres, hogyan csinálja, mennyi embert szokott becsapni, milyen technikákkal él. Ezt megmondom, hogy én nem magam találtam ki, hanem a Pleasant Green YouTube csatornának a motivációját vettem alapul. Ő motivált engem, hogy ezt csináljam, mert ő is hasonló tevékenységet folytat, ilyen scammer vadász az illető, és ő is pénzt ajánlani, hogy meséljenek, hogy milyen a munkájuk, mert általában hogy is mondjam, nem a leggazdagabb emberek vannak a gép túloldalán, hanem a legszegényebbek, akik egy hónapban $10 dolgoznak, szinte 0-24, azon, hogy becsapjanak embereket, és alig tudják megkeresni a betevőre, alig tudják megkeresni a havi betevőre a pénzt, és ő ugye így motiválja, hogy ugye meséljenek kicsit a munkájukról, ő ugye ezzel információt szerez, én is az volt a célom, hogy információt szerezzek, hogy pontosan hogy működik, ez kiket szoktak becsapni általában. Hát úgy látszik, hogy ez nem a legszegényebbek között volt ez az úriember, vagy az illető, nem tudjuk ugye a nemét. $3000 kért tőlem azért, hogy megtanítson mindenre, és itt adta fel végül is ez a komment. Eddig a pénznek a megállapításaig, hogy tanítson meg mindenre, addig váltig állította, hogy ő legitim, de ezután előjött belőle a scammer, és mondta $3000 megtanít, mondom, oké, benne vagyok, küld a wallet címet. Hát elküldte, és nem olyan címet küldött, ami eldobható. Ez azt jelenti, hogy nem olyan wallet címet küldött, amit csak egyszeri tranzakcióra használt, hanem ezt használta az előző átverései során is, és
Hát én, amikor mit tudom én, fél órát várt, és nem ment, tehát a tranzakció, akkor ugye rákérdezett, hogy miért, meg hogyan, meg miként, miért nem küldöm, és akkor tehát én csak azt akartam megtudni, hogy mennyit keres meg, hogy meg, csak a wallet címet szerettem volna elkérni. És végül meg is lett, a 33 tranzakciót végzett, illetve ez a 33 tranzakció nagy része az mixeren keresztül ment. Ezek olyan anonimizáló szolgáltatások, ami ugye N anonimitást biztosítanak, hogyha van 100 tranzakció, 100 bitcoin tranzakció, akkor, és ha te csak egy tranzakciót végzel benne, akkor 100 az egyhez az anonimitás, amit biztosít számodra ez a mixelés, és ő amúgy bátran használta ezeket a mix szolgáltatásokat. 0,069 bitcoint kapott összesen. Szóval az a 3000 dollár, amit kért, az ugye neki a valettján 2500 dollár körül volt, az a tranzakció 3309 dollár, szóval végül is meg akarta duplázni, le akart nyúlni 3000 dollárt, holott ő is eddig 3000 dollárt keresett ezzel. De igen, végül is itt megállt a történet, azóta nincsen mozgás, a valeten, amióta megtörtént a beszélgetésünk, nem tudom miért, lehet, hogy más valetet használ, meg ugye már ledrénelte az akuntot, szóval már nem volt rajta, tehát már nem volt rajta elég fedezet, de igen, és nagyon érdekes volt számomra, hogy eddig tudta tartani, tényleg egy ilyen hosszabb beszélgetés során ilyen sokáig tudta bizonygatni, hogy ő egy legitim ember, és nem volt hajlandó elismerni, hogy ő valós scammer, de ugye a technológia segített ebben. Azért mondanám, hogy köszönöm a figyelmet, mert végülis ennyi lett volna az előadásom, viszont van rengeteg hasonló telegramos üzenetváltás, amit archiváltam, illetve más ilyen pénzlehúzós scam tevékenységek is, amiket időhiányában nem tudtam megfelelően cenzúrázni, ezért nem tudtam belerakni az előadásommal, de az előadás után szívesen fogadlak titeket, hogy megmutassam ezeket a scammeket is. Köszönöm a figyelmet! Van-e kérdés az előadással kapcsolatban? Igen? Inkább poén, de imájt játszottál. Nem, sajnos nem. Van egy klasszik scam, hogy kilépek a játékból, és el akarom az összes nálam lévő anyagi javat fecsérelni. Küldj nekem valamennyi összeget, és én azt megnyugulázom. És erre van egy amikor van egy másik accountja az embernek, aki meg rá kockázik, hogy igen, én elküldtem, megkaptam, és teljes ilyen hálózatok lehetnek akár. Találtál-e egy ilyen scammer hálózatot? Én ugyanezt hallottam a Habóval kapcsolatban, a Habó platformmal kapcsolatban, ugye eléggé, tehát ugye a 2000-es évek után eléggé 2005 körül volt, amikor nagyon virágzott a Habó játék platform, ott is voltak hasonló financiális scammek is, szóval az, hogy az árurendszert kihasználva a nem annyira gyakorlott játékosok úgy tüntették fel, hogy egy termék sokkal értékesebb, mint ami valójában kerül, illetve voltak ilyen játék mechanizmus ellen végzett támadások is, de igen, nagyon érdekes, hogy ez a játékokban is megfigyelhető, és hogy most már nem tudom, hogy mondhatom-e magamról, hogy végülis a scammereknek a kultúráját kutatom, mert tényleg rengeteget találkoztam, és nem csak olyanok, akik pénzt akartak, meg nem csak olyanok, akik ebből profitot reméltek, hanem például olyanok is, akik azt élvezték, hogy a youtuberek, vagy a nagy Twitch felhasználóknak a Twitch Prime, vagy nem tudom pontosan, hogy nevezik ez a Twitch
member streamelőknek az IP címét lelopják azáltal, hogy a Twitch-nek a widgetébe tettek egy weboldalnak az elérhetőséget, és amikor valaki meglátogatta a streamet, akkor lelopta az IP-jét, és megjelent a streamben, mert ugye csináltak erre egy ilyen Discord botot is, és igen, elég érdekes, és ezt szeretném tovább folytatni. Amúgy az EVE-ről hallottam, hogy voltak hasonló, vannak hasonló ilyen jó dolgok. Igen, szeretném ezeket az netes MMORPG-eknek a szkemmereit is így megkörnyékezni, ugye, hogy utána nézni, hogy pontosan hogyan csinálnak, és hogyan alakult ez ki. Ugye ez sok idő, de remélhetőleg a következő előadásomban majd hasonlót vele fogok tudni tenni. Második kérdésem, hogy akkor láttál-e olyat, hogy egy hálózatban merült több ilyen szkemmel? Olyannal sajnos még nem találkoztam, hogy ilyen financiális csalások, ugye a Telegram, de végülis találkoztam, elnézést, rosszul fogalmazok, találkoztam. Ott teljesen más, például a Telegram platformán ugye vannak ezek a grupok, és vannak a announcement csatornák. A kettő közt az a különbség, a gruppoknál azt hiszem tudsz beszélgetni egymásról, mint egy rendes csatornán, az announcement ilyen platformokon, ott csak ugye az adminisztrátorok tudnak beoppendelni új tartalmakat, és azt hiszem, hogyha most nem ott van megosztva a kijelző, de vannak ilyen nagyobb grupok, ugye főleg kriptovaluta sémára építenek a csalásokat, és például ott szervezeti szinten csinálják azt, hogy napi X mennyiségű kontentet hozzáadnak a csatornához, hogy így duplázták meg, úgy duplázták meg a hozamot, és ezzel ugye az embereket így bevonzzák, hogy basszus, neki is sikerült, neki is, de úgy nem találkoztam, hogy sikerült volna visszafele egy egyén által visszanyomoznom, hogy milyen kapcsolati hálóval rendelkezik, és annak milyen kapcsolati hálója van. Ugye ezt csinálja például a Peter Robert, neki is egy YouTube csatornája van, ő azzal foglalkozik, hogy scammer telepeket tesz tönkre Indiában. És ugye visszatérek a második diámhoz, hogy ugye ne nyomjuk full kreténbe, mert sajnos bármilyen ilyen nagy technikai tapasztalattal meg skillekkel rendelkezik, sikerült letöröltetni ők egy célzott social engineering kampány segítségével a YouTube csatornáját, pedig ő napi szinten ezt csinálja, hogy ezek a szkemmerek ellen harcol, és mégis őt is sikerült becsapni. De igen, nagyon örülnék, hogyha találkoznék ilyennel, és remélem fogok. Köszönöm. Hogyha a szkemmerrel találkozunk, továbbíthatjuk-e hozzád? Mindenféleképpen. Ugye most a camp alatt is sokan kaptunk Ravencoin, Ethereum üzeneteket így Discordon, hogy ez egy ilyen botok üzengetik végig a különböző csoportokban, ugye, ahol fel tudják parzolni a felhasználókat, és ugye nincs bekapcsolva ez az adatvédelmi opció, hogy a szerveren barát nélkül ne lehessen rájönni az illetőre. Ezek az a gond, hogy a legtöbb automatizált. Én azokkal szeretek találkozni, akik ugye személyek vannak mögötte. Találkoztam már olyan Telegramon menő chatbottal, arról azt hittem, hogy személy, de egy script alapján járta végig azt a lépést, hogy amíg elvezetett téged a befektetési oldalig, vagy ahova ugye a depozitot kell rakni, és számomra teljesen érdekes volt, hogy teljesen irreleváns más nyelven írt dolgokra is adott vissza választ, de ugye ez be volt programozva, hogyha valamit ír, akkor valamilyen, bocsi, ezt nem értettem, de figyelj, kövess már ezt a linket a telepítéshez, útmutatót alkalmazzák. De igen, mindenféleképpen szeretném megkapni ezeknek a usereknek az elérhetőségét. Ebben lesz egy pár. Igen? Esetleg azt megnézted meg, hogy a Bitcoin address-ről hova tűnt a pénz? Vagy a nevezik az akár? Nem jártam nagyon utána.
ez az én hibám, de különböző mixereken keresztül ment a pénz, szóval nem volt arra időm, hogy ugye egy grafikusan ábrázolni, mert blockchain ugye publikusan olvasható, főleg a bitcoiné, hogy ott is vannak ilyen ábrázoló túlok, amik segítségével lehet látni, hogy például a mixerek azok honnan, hová küldték az összegeket, de ha van érdeklődés, akkor ugye a prezentációban található a publikus kulcsa, bárki megnézheti, de akkor én is rá fogok még egyszer nézni. Remélem, kielégítő volt a válasz. Még egy kérdés így a végére. Utolsó. Remélem, érdekes volt az előadásom, és köszönöm, hogy itt voltatok.